A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai adásban ellátogatunk egy különleges fotózásra, valamint beszélgetünk arról, milyen veszélyeket rejtett magában az adventi időszak. Ezt követően megnézzük, hogyan zajlott a koraszülöttek világnapja városunkban. Tartsanak velünk! Különleges műteremben jártunk, ahol a környezetet most nem emberek fotózására alakították ki. Hogy kiket és hogyan fényképeznek ebben a stúdióban, arra kaphatnak most választ a következő percekben. Ha művészi fotókat szeretnénk készítetni magunkról, felkeresünk egy fotóstúdiót, tesszük, ami a beállításoknál szükséges, követjük a fényképész útmutatásait. A kis kedvencekről is születhetnek kedves, vicces felvételek, hiszen van olyan szakember is, aki tudja, hogyan lehet az állatokról, kutyákról, macskákról elkészíteni a legjobb fotókat egy felszerelt stúdióban. Nagyon sokféle az, amit itt meg lehet valósítani az alulófotózós technikával együtt a portréfotózáson át, rengeteg kiegészítőnk van, vicces fotó. Fotókat tudunk csinálni, lehetőség van kisállat gazdi fotózásra is, akár többes kivitelben, tehát egy komplett családot is akár meg tudunk örökíteni a kedvenc kisállatukkal, úgyhogy gyakorlatilag szinte mindenre lehetőség van. A fotózáshoz elengedhetetlen szinte a gazdinak a segítsége, mert nem biztos, hogy a kisállat hallgatni fog a fotósa, tehát a gazdinak ebben nagy szerepe van. Nyilván, hogyha többen vannak, akkor ezt el lehet osztani ezt a részét, de mindenképpen fontos hozzá, hogy kellő segítséget megnyújtsa. Lehet legalább annyiban, hogy ráfigyeljen a kisállat, hogy a fotózása legjobb perspektívából történhessen meg a legjobb beállításokkal, úgyhogy ez sajnos ez elengedhetetlen. Rengeteg türelem kell ahhoz, hogy a kisállat fotózása lehető legjobban sikerüljön. Nyilván egy állat nem úgy álmod át, mint egy ember, tehát azért velük sokkal több türelemre van szükség ahhoz, hogy megvalósulhasson mindez. Ezért fontos a gazdi, hogy a figyelmét egy kicsit eltere. Nyilván vannak alternatívák, egyéb játékok, jutalomfalatok, amiben rá lehet bírni a kisállatot arra, hogy kellőképpen tudjon fókuszálni a fotóra, de a gazdi segítsége mindenképpen fontos hozzá. Méretbeli korlátozás van, talán egy 100 kilós állat már nehezebben lehet itt a fotózás terén, de gyakorlatilag bármilyen más méretű kisállat, kutya, macska, akár bármi egzotikus kedvenceget is nagyon szívesen fotózunk, úgyhogy amire lehetőség van bármi. A kutyák befolyásolhatók, tehát őket azért jutalomfalatokkal, egyéb dolgokkal rá lehet venni arra, hogy a megfelelő fotó elkészüljön. A macska az egy egészen más kép működő lény, de hál' Istennek én macskás vagyok, ilyen téren nekem azért előnyöm van benne, tudok egy kicsit jobban rájuk hatással lenni. Nyilván ők inkább félénkebbek, ők nem úgy vannak, mint egy kutya, nehezebben oldódnak fel. Meg kell találni azokat a megfelelő fogásokat, amivel rábírhatóak a fotózásra. Különleges fotózás, amikor a kutyát, macskát, kisállatot alulról átlátszó asztalon keresztül fényképezik. Ez a technika külföldön jobban elterjedt, mint Magyarországon. A különlegessége, hogy másik perspektívában mutatja az állatot. Gyakorlatilag arra kell elvenni, hogy lefelé nézzen, és ilyen nagyon szép fotók készülhetnek ilyenkor róla. A szépsége az, ami a meg hogy jól mutasson a képeken. Az asztal az legalább 100 kilót bír, tehát gyakorlatilag talán a dán dogot kivéve szinte bármelyik kutyusnál alkalmazható ez a technika és eljárás. Rá kell venni őket, hogy lefelé nézzenek, igazából ez a lényeg. Kitartás mindenképpen szükséges hozzá. Sokszor kell a gazdi segítsége, de a legtöbb kutyus egy idő után alkalmazkodik hozzá, van, amelyik nyilván fél, tehát egy kicsit meglepődve érzik magukat, sokan azt hiszik, hogy doktorhoz mennek, de a legtöbbjük egy idő után rábírható arra, hogy lefelé nézzen. Úgyhogy
elkészülhetnek a tökéletes képek. Semmi extra dolog nem kell hozzá, jó irányból kell a fényeket, a megvilágítást megcsinálni, meg gyakorlatilag egy olyan átlátszó felület kell hozzá, ami tükröződés gátló, tehát gyakorlatilag a fény hibamentesen jut át rajta, és meg lehet jeleníteni tökéletesen a fotót. A lényege ez neki. Meg hát egy kicsit magasított asztal legyen, hogy a megfelelő szög és a rálátás meg legyen. Ennyi a lényege neki. Gyakorlatilag igen, a figyelmét kell valahogy elterelni neki, és rávenni arra, hogy nézzen lefelé. Igaz. Burma? És akkor így elkészülhetnek a képek. Ebből lehet sokfélét, és akkor nagyon szépen mutat egy sötét háttérrel. Igazából ez a felső takaró is azért van, hogy gyakorlatilag színben elüssön a kutyustól, amikor a megvilágítás, illetve a fotózás megtörténik. Nem csak kisállatról, hanem az írisztről is lehet képet készítetni. Örök emlék marad a felvétel a szemünkről. Az írisz fotózás egy új technika, amelyel a szem írisét lehet részletesen megmutatni. Az írisz a szem színes része, nem csak az egyediség és szépség jelképe, hanem egyedi mintázatain keresztül különálló azonosítást is nyújt. Ez egy teljesen egyedi dolog, manapság az emberek keresik az egyediséget, és hát gyakorlatilag nincs két egyforma szemű ember a világon. A két szemünk is különbözik, tehát a jobb és a bal szemünk is különbözik, és ráadásul ez egy teljesen egyedi dolog. Azért is vágtam bele ebbe az egészbe, mert gondoltam, hogy az embereknek gyakorlatilag így egy olyan pluszt lehet nyújtani, ami egy egyediséget tükröz. Létezik iris diagnosztika, ami gyakorlatilag a szemből szinte minden kiolvasható betegségek, úgymond az embereknek az előélete, akár a műtétek, minden ilyesmi. Viszont ez egy másik ága, mi gyakorlatilag csak a szépségéért fotózzuk az íriszeket, a szivárványhártyát, de természetesen a szem, mint a lélek tükre, ez gyakorlatilag teljesen helytálló mondás. A fotózás része az egy-két perces folyamat, egy ilyen elég közeli makrotechnikával elkészítjük a képet az íriszről, illetve gyakorlatilag a színeket helyreállítjuk, illetve eltávolítjuk belőle azokat a fényeket, tükröződéseket, ami gyakorlatilag a fényképezéskor keletkezik, és egy olyan egy fő esetén, egy olyan negyed órán, 20 percen belül gyakorlatilag átadásra kerül a végeredmény. Főleg a fiatalabb korosztály az, aki jobban úgymond ismeri ezt, mert már találkozott vele akár online felületen, akár hallott róla valamilyen médiából már, viszont az idősebb korosztály nagyon sokszor kérdez, tehát sőt, még nem is csak az idősebb, sokszor még a fiatalok is, mert nem tudják, hogy gyakorlatilag mi ez. Sokan diagnosztikát vélnek mögötte, sokan viszont tényleg teljesen érdeklődve kérdezik, hogy ez most gyakorlatilag micsoda, hogyan működik. Amúgy egy nagyon szép, tetszetős dolog, tehát gyakorlatilag mindenkinek egyből megragadja a látását, és gyakorlatilag oda vonza a tekintetét, mert nagyon mutatós. Vannak úgymond heterokrómiás szemek. Állatvilágban gyakran előfordul, hogy egy állatnak különböző színű a két szeme. Na most ez emberek esetében is lehetséges és előfordul. Fotoztam már olyan kedves ügyfelet, akinek az egyik szeme barna, a másik pedig zöld volt, és ráadásul a barna szemében még egy plusz oda nem élő eltérő szín is volt, tehát duplán heterokrómiás szemű úgymond ügyfél volt. De vannak nagyon érdekesek, például fotoztunk olyat, akinek a szivárványhártyája le volt szakadva, aztán fotoztunk olyat, akinek gyakorlatilag egy 3 hónappal egy szaruhártya műtét utáni állapotban, varratokkal, teri szemmel jött oda a fotózásra, és azt is sikerült megörökíteni, de ugyanúgy tudunk kontaktlencsén keresztül fotózni, egyedül sőt, beépített lencsét is teljesen egészében meg tudjuk oldani, úgyhogy tökéletesen látszódjon. Egyedül a színes lencsével van sokszor problémánk a tükröződése miatt, de minden más gyakorlatilag meg tudunk oldani, kontaktlencsét sem kell kivenni, annak sem problémája, akinek beépített lencséje van, úgyhogy gyakorlatilag mindenkiről szinte tudunk fotót készíteni. Amikor elkészül a fotó, először is meg kell nézni, hogy maga az egész vírus látszódik-e rajta. Két oldali vakúval fotózunk, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy két különböző szögből jövő fényvállításokkal készítünk képet, és gyakorlatilag így tudjuk lefedni a teljes területet ahhoz, hogy elkészüljön a megfelelő írisfotó. Ilyenkor
gyakorlatilag a fotózás során, mint itt látjátok, itt egy picivel nagyobb még a pupilla, de ahogy érkezik a fény egyre többször, a pupilla szűkül össze, és ilyenkor a pupilla körüli karakterek, ezek a karakterek sokkal jobban látszanak, tehát igazából ezért van szükség a többszörös kattintásokra, illetve gyakorlatilag senki sem varázsló, hogy a vaku fénynyaláláson a képen, és gyakorlatilag ezért kell a két oldali fotózás, hogy ezeket a területeket le tudjuk fedni, illetve a megfelelően fókuszált területeket össze tudjuk illeszteni, így több fotóból készül el gyakorlatilag a végleges végeredmény. A karácsony előtti időszakban az adventi koszorúk, gyertyák és a különféle dekorációk számos veszélyeket rejtegethetnek. A témáról kolléganőm Kovács Szilvia beszélgetett Koppán Viktor Dávid tűzvédelmi főelőadóval. Stúdióban a vendégem Koppán Viktor Dávid, tűzvédelmi főelőadó, akivel a tűzvédelem fontosságáról fogunk beszélni, hiszen közeledik az advent, a karácsonyi időszak, és ilyenkor bizony-bizony egyre többek a lakástüzek, ha jól mondom, erősíts meg ebben. Így van, az évnek ez egy olyan része, amikor számíthatunk arra, hogy bizonyos emberi tevékenység miatt ugye sokkal több esetleg az év többi részéhez a lakástüzek száma. Hát ebben az is megmutatkozik, egyébként sajnos Magyarországon elég sok lakástűz van. Idén is már, ha nézzük az egész évet, akkor a kiadott statisztikák szerint már több ezer épülettűz, lakástűz van Magyarországon. Sajnos ezek idén is halálos áldozatokat is követeltek. Mindig meg szokták vizsgálni ezeket a halálos épülettűzeknek a kiváltó okait, és hát általában mindig visszavezetettek olyan fő problémák, ami az emberi tevékenységgel kapcsolatos. Első helyen ezek között, amit úgy hívunk a szakmai nyelvünkön, hogy nyílt láng használt, ez a mécses, gyertya, öngyújtó, sütés, főzés, és hát most ez az időszak adventkor, ez amikor ugye hát egyre inkább ilyen tevékenységet végzünk, illetve hát ami előszokott még fordulni, az elektromos tüzeknek a számának a növekedése, hiszen előkerülnek majd az elektromos fényfüzérek, karácsonyi adventi elektromos díszítések, és hát ez is szokott problémát okozni. Ezekről egyébként az ember úgy nem is gondolná talán, hogy veszélyt rejthetnek, hiszen konkrétan úgy tüzet nem okoznak, hogyha mondjuk tehát a közelében nem, de gondolom az áram miatt. Ezek az elektromos tüzek két problémával vezethetők vissza, ugye én bizonyos épületekben ezek több tíz évesek lettnek, ugye ha belegondolunk, Magyarországon a legtöbb ember ugye panellakásban él, közel 1 millió panellakás van Magyarországon, ez több mint 4 millió embernek otthonát jelenti, és hát 1961-ben kezdődött Magyarországon a panelházak építése, 90-es évekig tartott, tehát a legfiatalabb panelek is már több mint 30 évesek, és hát akkor ezekben az épületekben beleterveztek valamekkora elektromos hálózatot, vezetékeket, kapcsolókat, és hát ha belegondolunk, ugye az elmúlt időszakban nagyon sok helyen megnőtt az elektromos berendezésünk a használata, klímák lettek, elektromos tűzhelyek lettek, sokkal több telefontöltő, ilyen-olyan elektromos berendezések, mosogatógépek, szárítógépek, sokkal nagyobb az áramfelhasználása, mint amikor építették ezeket a amúgy sem fiatal épületeket és ezeket az elektromos hálózatokat. Vagy ennek az elektromos hálózatnak a túlterheltsége idős kora okozza az elektromos tüzeket, vagy pedig olyan eszközöket használnak, amik meghibásodnak, például ezek a karácsonyi fényfüzérek, adventi díszítések, hogyha esetleg az olcsóbb változatot választjuk, esetleg piacokon nem biztos, hogy mindenfajta elektromos kritériumnak ezek megfelelnek, és hát ugye az nem titok, általános iskolai fizikai tanulmányokból tudjuk, hogy az elektromos áram, hogyha egy vezetékben halad, akkor ugye az ellenállás leküzdése során hőt képez, és hát nem mindegy, hogy ezeknek az elektromos berendezéseknek mekkora a hő képző hatásuk, és ezért okozhatnak tüzet, vagy ezért, mert elromlanak, nem jó a vezeték, nem megfelelő vezetéket használnak, vagy egész egyszerűen annyira melegednek, hogy a közelükben vannak éghetőanyagok. Éghetőanyagban pedig rengeteg van ugye a lakásunkban, a lakástextiliek, függönyök, terítők, bútorok, nagyon sok éghetőanyag. A tűzhöz pedig nem kell sok minden, ugye kell éghetőanyag, körülvesz minket nagyon sok, kell hozzá oxigén, mi is abból táplálkozunk, tudunk lélegezni, és hát egyfajta valamilyen gyújtó forrás, például ezek az elektromos berendezések. Hogyha egy picit ezekre a füzérekre visszatérünk, ha mondjuk olyat szeretnénk vásárolni, amivel úgy érezzük, hogy biztonságban lehetünk, akkor mi ez a fő szempont, ugye, mert mondtad, hogy nem biztos, hogy azt a fajtát választjuk, ami a megfelelő. Azt gondolom, hogy erre is igaz, ne menjünk át fogyasztalmi témákba, de itt is nagyon fontos, hogy megbízható helyen, üzletekbe vásárolunk, ahol rendelkeznek a árusított termékekről, tanúsítványokkal, érintésvédelmi, egyéb elektromossági, tűzbiztonsági kritériumok megfelelőnek ezek a berendezések.
keresek, vagy pedig, hogyha ugye ma már nagyon sokat használjuk az online kereskedelmet, és olyan helyről rendeljük, ahol igazából megbízható boltnak tartjuk ezt a helyet, mert ott biztos, hogy olyan készüléket árulnak, amik megfelelő tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Közeledik az advent, a karácsonyi időszak, és előkerülnek ugye a gyertyák is, a koszorúk. Mi az, amire figyeljünk, hogyha mégiscsak szeretnénk ezeket? Én mondjuk magam is azt szorgalmazom, hogy inkább ledes gyertyákat használjunk az otthonunkban, mert minden az minden veszélynek. Minden fordulni, hogy esetleg az adventi koszorúk környezetében gyullad meg valami gyertyát, mécséseket gyújtunk. Lehet ezeket használni megfelelő odafigyeléssel. Én azt tudom tanácsolni, hogy olyan helyre tegyük például ezeket az adventi koszorokat, és hogyha meggyújtjuk a gyertyát, hogy alatta ne éghető anyagból készült tálca legyen, fémtálca, legyen a közelben egy kancsó víz, legyenek szalvéták, terítők a közelébe, és mindig legyünk abban a szobában, ahol használjuk ezeket a égő gyertyákat, mécseseket, ne hagyjuk ezeket semmiképpen őrizetlenül. Lehet egy légáramlat, egy fuvallat, aztán felborul ez a gyertya, vagy hogyha a gyertya lángja túl közel van valamilyen éghető anyaghoz, terítőhöz, mint mondtam, szalvétához, akkor nagyon gyorsan meg tud gyulladni. Esetleg egy kancsó vizet érdemes bekészíteni ebbe a szobába, és folyamatosan felügyelni, akkor nem lehet ebből baj. Hát ha már megtörténik a baj, azért arról is beszéljünk, reméljük, hogy nem lesz ilyen itt a megyében, vagy akár az országban, de hát sajnos ezt tudjuk, hogy elkerülhetetlen. De hogyha már tényleg sajnos megtörténik a baj, akkor mik azok a legfontosabb teendők, amit ilyenkor elsőre csinálni kell? Legfontosabb az, hogy értesítsük a környezetünkben lévőket, a lakásban, házban lévőket hangos kiabálással, úgynevezett tűzirálmával, tűz van, el kell hagyni az épületet, ezzel egy időben értesíteni kell a tűzoltóságot, ugye ezt Magyarországon a 112-es segélyhívószámon lehet megtenni. Egyébként, hogyha rendőrségre, mentőkre van szükség valakinek, akkor is ezt a segélyszámot lehet hívni. Ott nagyon fontos, hogy elsősorban mondjuk el legelőször a pontos címet, hogy tudják, hogy hova kell menni, hogy hol van szükség a segítségre. Nyilván ilyen nagyvárosban is, ahol közismert címek vannak, ott nagyon könnyen oda találnak a tűzoltók, de olyan településeken, ahol esetleg a települések szélén laknak valakik dűlőkben és egyéb nem annyira ismert közigazgatási elnevezési helyeken, akkor próbáljunk egy kicsit segíteni az odatalálásban, tájékozódási pontokat tudunk adni. El kell mondani, hogy mi történt, hogy mi van a lakásban, mi ég, mi gyulladt meg, mit veszélyeztet a tűz, el kell mondani, hogy sikerült-e mindenkinek elhagyni az épületet, vagy esetleg valakinek nem sikerült elhagyni az épületet. Ezek a legfontosabb információk, meg kell adnunk a nevünket, telefonszámokat. Azért fontos a telefonszám, mert ugye segélyhívó központokból azonnal értesítik a hozzánk legközelebbi tűzoltóparancsnokságot, és a tűzoltóság vonulása közben még vissza szokták hívni a bejelentőket, egyéb plusz információkat kérdezni, mint a vonuló egységeknek rádión tudnak továbbadni, és már jóval felkészülvetemben tudnak kérkezni a helyszínre. Mi magunk addig is mivel próbálkozzunk? Mert ugye vannak, gondolom, hogy attól függ, hogy mi okozta a tüzet, de például egy tűzhelyen hagyott indukciós főzőlapon egy olaj okozta tüzet, mondjuk például vízzel, azt nyilván nem kell igen, megpróbálni. Igen, és hát örök igazság, hogy mindig a kis tüzekből lesznek a nagy tüzek, és hogyha ott vagyunk pont, és észre tudjuk venni, és otthon vagyunk a kis tüzet, ami keletkezett, azt valószínűleg mi is el fogjuk tudni oltani. Hát ugye egy többféle módszer van, kezdjük akkor az olajtüzeknél, amit te is szóba hoztál. A konyhai olajtüzek ugye azért veszélyesek, mert például a sütésre használt sütőolajok olyan 400-500 fok körül van a gyulladási hőmérséklet. Ha jól tudom, akkor egy ilyen rántotú sütés, aztán 200-300 fokra van szükség, és a fridőzőkre ez van erre, tehát nem olyan nagy távolság a használható hőfok és a gyulladási hőfok között. Hogyha ez meggyullad, akkor semmiképpen nem szabad vízzel oltani. Ugye azt gondolnánk, hogy vízzel gyorsan eloltjuk. Azért nem szabad, mert akkor egy fizikai robbanás történik. Ez azért van, mert hogyha a vizet beleöntjük, akár csak egy pohár vizet az égő olajba, akkor a víznek a fajsúlya sokkal nehezebb, lesüllyed az aljára, de mivel forró ez az olaj, ugye 100 fokon forra víz, és hát ugye ezt is emlékezhetünk tanulmányunkból, hogy a víznek a 1800-szoros térfogat növekedése van a forráspontja után, amikor gőzzé válik, és 1800-szor annyi pohár víz fog kicsapódni égő olajcseppek tekintetében. Ez nagyon súlyos sérüléseket tud okozni, illetve a konyhában és a lakásban is nagyon komoly károkat tud okozni. Egy legjobb megoldás ilyenkor az égő olajat, amikor egy lábasban, akkor lefedjük valamilyen másik serpenyővel, egy fedővel, egy vágódeszkával. Nagy Isten, otthonunkban van tűzoltó takaró,
hiszen elvonjuk a égéshez szükséges oxigént, lezárjuk alatt a tűzhelyet, és megvárjuk, amíg kihűl, mert hogyha azonnal levennénk ezt a takarást, akkor ugye megkapja az oxigént, gyulladási hőmérsékletünk van, éghetőanyunk van, és visszagyulladhat, tehát ez azért veszélyes, le kell zárni alatt a tűzhelyet, le kell takarni, hogy ne kapjon több oxigént a tűz, és ezzel lehet a leggyorsabban eloltani. Aztán beszéltünk az előbb az adventi koszorúknak, a gyertyáinknak a tűzéről. Ugye mondtam, hogy egy kancsó vizet be lehet készíteni, ott lehet, hogy ha éppen csak a terítő gyullad meg, vagy a koszorú gyullad meg, akkor egy nagyobb kancsó vízzel ezt el tudjuk oltani. Konyhába is előfordulhat, hogy a tűzhely köré pakolt papírtörlő, egyéb ilyesmi gyullad meg, ezeket nagyon könnyűszerrel el tudjuk oltani. De nagyon sok lakásban már vannak tűzoltókészülékek is, ezt a hölgyek is nagyon könnyen tudják használni, egy biztosítószeget kell kihúzni. Úgy működik klasszikusan, mint egy szódásüveg, hogyha én ezt a működtető szerkezetet összenyomom, mint egy szódásüvegen, akkor jön belőle az oltóanyag, ezt a tűz lángjára kell jutatni. Itt is azért felhívnám a figyelmet, hogy a porraoltó készülék hűtőhatást nem végez, tehát az, amit eloltottunk esetleg, az forró felület marad, oxigénünk is van, és visszagyulhat, ezért a tűzoltó készülékeket érdemes szakaszosan működtetni, rövid működtetéskor is rengeteg oltóanyag távozik a tűzoltó készülékből, és így tudjuk eloltani a tüzet. Ha szabad egy kiegészítést tennék még akkor, hogyha otthonunkban sikerült magunknak eloltanunk a tüzet, és esetleg történt az épületben mégis valami károsodás, kormosodás, egyéb olyan, ami mondjuk szeretnénk a biztosító felé, a lakásbiztosítóság felé érvényesíteni ezt a kárigényünket, akkor Magyarországon a biztosítók csak akkor fizetnek tűzkára, hogyha kihívtuk a tűzoltókat. Na, ez legyen az első szempont, akkor is hívjuk ki a tűzoltókat, hogyha mi oltottuk el a tüzet, hiszen ők kijönnek és meggyőződnek valóban arról, hogy nincsen már tűzveszély, illetve ez egy törvényi kötelezettség is, és a harmadik szempont pedig, hogy a biztosító csak akkor fizet, hogyha van nálunk egy tűzoltósági, hatósági bizonyítvány, amit csak akkor állít ki a katasztrófa, nem, hogyha ott voltak a tűzoltók. Hát köszönöm, hogy ezekről beszámoltál. Azt mondhatom, hogy veled nem mindig találkozunk jó szituációkban, kivéve egyszer-egyszer, de ne legyen rá szükség, hogy esetleg titeket hívni kelljen a következő időszakban, és hát mindenki nyilván vigyázzon magára és a környezetére, a családjára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Volt koraszülötteket és családjukat várták a gyermekosztály ambulanciájára. A Szent György Kórház hagyományos családi délutánján kívül a Városháza lila kivilágítása hívta fel a figyelmet a koraszülöttek világnapjára. Hazánkban minden 9. gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. Koraszülöttnek számít az, aki a 37. terhességi hét előtt jön a világra, illetve súlya nem éri el a 2500 grammot időre születés esetén sem. Erre a sokakat érintő témára és a koraszülöttek, valamint családjaik támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a Koraszülöttek Nemzetközi Napja. A világnap alkalmából a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház újszülött csecsemő és gyermekosztálya színes programmal kedveskedett volt koraszülöttjeinek és szüleiknek. November 17-e a koraszülöttek világnapja. A jelentősége az, hogy minden 10 újszülöttből egy baba korábban jön a világra. Ez annyit jelent, hogy a 37. gesztációs hét előtt születik, és lekerül a koraszülött intenzív osztályunkra. Én azt gondolom, hogy ezeknek a babáknak nagyon fontos az, hogy történik az ellátásuk, hova kerülnek, és mivel ez 10% az összes újszülött között, ez nagyon gyakori ez a probléma az egész országban, nem csak az egész országban, az egész világon. Ilyenkor tavaly szerveztük meg először a koraszülött világnapot a Covid után. Előtte volt már ilyen kezdeményezésünk, de igazán tavaly sikerült, nagyon jól sikerült, úgyhogy az idén újra megszerveztük. 33. hétre születtek az ikerlányaim, és sokáig összeszorult gyomorral és szívvel tudtam erre a napra gondolni, de körülbelül az utolsó 2-3 évben, hogyha visszagondolok, akkor inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen plusz születésnap a gyerekeimnek, hogy itt újra ünnepelhetek azt, hogy ők megszülettek, hogy őket hazahozhattuk, és hogy egészséges 7 éves kislányok lettek. Úgyhogy ez egy ilyen második születésnap, én úgy gondolom, én ezt érzem.
A gyermekosztály ambulanciáján, az aulában táncbemutatóval, népi gyermekjátszóval várták a családokat. A kórházi programok mellett a Városháza és lila díszkivilágításba öltözött, amely Székesfehérvár közösségének összefogását hirdeti, felhívva a figyelmet a koraszülöttekre és családjaikra. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmet a lila színnel, ami a remény színe a mai napon, a Városháza is lila színbe öltözik, és gondoljunk azokra a pici hősökre, akik sokat küzdenek annak érdekében, szüleikkel, családjaikkal, az egészségügyi szakemberekkel, a fejlesztő pedagógusokkal, hogy aztán egy teljes életet tudjanak élni. Szerencsére egyre jobb körülmények, egyre jobb eszközök, műszerek vannak arra, hogy a kicsik jól fejlődjenek. Ehhez azt gondolom, hogy igyekszünk az állammal, a kórházzal mindent megtenni. Az alpolgármester hozzátette, nagyon hálás, hogy a kórház idén is megszervezte a koraszülöttek világnapjához kapcsolódó programot, és annak is, hogy ilyen kiváló szakemberek dolgoznak az osztályon. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.